megbízásából a Pannonia Sound System készítette. Produkciós vezető Kovács Anita. Diego nem emlékszik semmire, ami Tascóban történt. Hát, az igazat megvalva, ez nem hangzik túl jól. Szerintem ez a fickó mindenre képes azért, hogy ne kelljen gondoskodnia róla. Nem, Pancho. Nem hazudik. Tényleg nem emlékszik. Tényleg? Honnan tudod, hogy igazat mond? Hát különben nem hagyta volna, hogy ide jöjjek dolgozni. Hát, jól van. Lehet. Lehet, de az nem azt jelenti, hogy a feleségeként fog gondoskodni rólad. Mi köze ennek ahhoz? És tudod mit? Ha nem teszi meg, én megölöm Olvidó. Pancho, már a kunyhóban Pancho, is megmondtam neki, tényleg? Ilyet még viccből sem mondj. Nem viccelek. Hogy hagyhatod, hogy ennyire semmibe vegyen? Pancho, nem szabad bántanod Diegót. Mert még mindig szeretem. Teljes szívemből. Jól van. De akkor sem hiszem el, Olvidó. Pancho, miért? Gyereket várok Diegót. Bácsikám, arra gondoltam, hogy az északi oldalon méterekkel nagyobb helyet tudnánk beépíteni. Itt, ezen a részen, felül. Igen, ez nekem eszembe sem jutott. Igazad van. Diego! Don Armando! Micsoda öröm! Jaj, de jó! Örülök, hogy látlak. Ó, fiam! Na hát, nagyon boldog vagyok, hogy életben vagy. Nézd már, milyen fontos ember lett belőle. Hazám. Ez mi újság? Barátom, hogy van? Jó. David? Tesó. Akkor visszajöttél a Acapulcóba? Végre. Mi újság, David? Csatlakozol a csapathoz? Holnap reggel kezdek. Alig várom, hogy minél kevesebb időt töltsek ott. Levecsértésnek kapok. Kislányom, én megyek. Aj, remélem felvesznek azok a milliómosok a házukba. Remélhetőleg a hölgy nem egy fennhéjázó perszóna, és felvesz szolgálónak. Martita, kislányom, hozzád beszélek, de nem is figyelsz. Mit mondtál, anya? Én csak mondom a magamét, de te meg csak gyászos képet fágsz, és nem is figyelsz. Csak mert szegény csájó barátnőmre gondoltam. Szívecském, kislányom, kérlek, ne szenvedj mások helyett is. Neked most igazán boldognak kéne lenned, mert férjhez mész. Csak ezzel törődj. Boldog vagyok, csak aggódom a barátnőm miatt. Miért nem amiatt aggódsz, hogy megkapom-e azt az állást? Akkor ki tudnám fizetni az esküvőt, a ruhát, sőt, még a nászutat is. Hm? Na jól van, akkor megyek. Majd jövök. Szia, remélem sikerül. Köszönöm. Vigyázz magadra. Nem helyes, amit tettem. Nem lett volna szabad igent mondanom Tácsónak, csak mert biztos, hogy egy férfinak se kellek azután, ami velem történt. Ne! Fogd ne! Be! Nem hallod! Kérlek! Ereszel! Fogd be szépen! Hallgass már! Eressetek el! Hallgass már el! Szegény Tácsó, ő olyan jó. Olyan jó. Nem tehetem ezt vele. Be kell vallanom mindent az esküvő előtt. Hát, ha idővel megszeretném. Nem. A szívemből kihalt minden szeretet azok után, ami történt. Hogy? Hogy gyereket vársz? Gyereked lesz attól az alaktól, hiszen nincs is köztetek komoly kapcsolat, miről beszélsz? De igen, van, Pancho. Nagyon jól tudod, hogy van. Diego a vőlegényem, és Filemon atya az áldását adta. Jaj, ugyan már, Olvidó, az csak színjáték volt. Nem volt színjáték, Pancho. Isten és a Szűz Mária volt a tanunk. Szerelemből jegyeztük el egymást, és szerelemben fogant meg ez a gyermek is. Tudod, mi fáj nekem a legjobban? Azt látni, hogy mennyire szereted. Igen. Ő meg csak szenvedést okoz neked. Nem okoz szenvedést neked. Jaj, ugyan már, látlak téged, Olvidó. Szomorú vagy. Folyton csak bánkódsz. Pancho, biztos, hogy minden rendbe fog jönni. Diegónak eszébe fog jutni minden abból az időből, mikor még együtt voltunk, és megint boldogok leszünk. Figyelj. Figyelj, szépségem. Szépségem, nagyon kérlek, figyelj rám. Jó? Az a fickó csak játszik veled, érted?
Nem, Páncsó, értsd már meg, nem hazudik. Kérlek, ne kételkedj benne, ne akacskodj. Na jó, tudom mit? Elmegyek. Elmegyek. De hova? Nem tudom hova, de nem akarok itt lenni. Nem akarlak így látni. Nem akarom, hogy reménykedj, és szeresd, aztán meg... Figyelj, Páncsó, nyugodj meg, jó? Nem mehetsz el így. Jaj. Legalább hadd keressem meg az unokatestvéreim, Márta és Csui címét. Hát, ha kapnál egy szobát a panzióban, és majd, ha lenyugszol, eldöntöd, hogy itt maradsz, vagy visszamész a faluba. Nem, nem, szépségem, itt maradok. És tudod miért? Mert majd én vigyázok rád, Olvidó. Gondoskodom róla, hogy az az idióta betartsa a szavát, és boldoggá tegyen téged. Páncsó, Diego nem rossz ember. Tényleg? Hát jó, majd kiderül. Na jó, mindjárt hozom a címet. Ne menj sehova, jó? Majd kiderül, Olvidó. Tudod jól, mi minden történt, ami miatt elkeseredtem és kiábrándultam Roxanából. Hibát követett el azzal, hogy annyi időt áldozott a modellkedésre is. Elhanyagolt, ez tényleg igaz. De ha hajlandó változtatni, adj neki egy esélyt, ennyit megértem. Már egy csomó esélyt adtam neki, Diego. Komolyan. De valami meghalt a mi kapcsolatunkban. Akkor most gyorsan el akarsz válni tőle, vagy hát mi? Pont ez a baj. Tudod... Minden szerződését visszamondta, mindent ott hagyott, hogy utánam jöjjön Acapulcóba. És most nagyon... megsajnáltam. Azt hiszem, várok pár hónapot is, majd utána megmondom, hogy elválok. Na jó van, menjünk. Jó. Nem nyugszom, amíg meg nem találom a lányomat. Hány éve is született? Képzeld el, még azelőtt történt, hogy elvettem Requielát. De hiszen annak több, mint... 20 éve már. Hát igen, meg kell találnom, hogy felajánlhassam neki mindazt, amit eddig nélkülöznie kellett. Gondolj csak bele, a nagyapjával kellett élnie, biztos sok mindent nem kapott meg. Meglátod, türelemmel és kitartással meg fogod találni. Nagyon remélem. Kéne nekem egy jó magánnyomozó. Na hát, micsoda véletlen. Én is épp most keresek egyet. Tényleg? Ne mondd. És mi? Tudod, a testvérem Esperanza házában dolgozik egy fiatal lány, aki állítólag Diego menyasszonya. Eléggé képtelen történet, ha elmondanám, biztos, hogy el se hinnéd. De az a lényeg, hogy a lány esküszik, hogy fogadalmat tettek egymásnak Diego, valamikor amnéziás volt. Tudnunk kell, hogy a lány igazat beszéle, vagy csak a pénzére pályázik. Lenyomoztatjuk a múltját. Remélem, hamar ki tudjátok deríteni. Uh-huh. Ami engem illet, nem csak a lányomat keresem, hanem emellett a nagynényét is. Aha. Egy bizonyos Eufrasia. Úgy tudom, ő vette magához a lányomat, amikor az anyja meghalt. Ah. Eufrasia? Eufrasia. Eufrasia? És biztos, hogy te cseléd vagy? Nem, asszonyom, nem cseléd a nevem, hanem Donya Eufrasia Perez a szolgálat. Nem, honey, nem így értettem. Hanem azért mondtam, mert elegáns vagy, és igen megnyerő az arcod. Túl stílusos vagy ahhoz, hogy cselédként dolgozz. Ó, köszönöm szépen, szenyóra. Nagyon szívesen dolgoznék önnek. Jó, figyelj, én megbízható és becsületes nőket keresek, és az nagyon jó, ha ráadásul még olyanok is, mint te. Nem árt, ha van stílusod. Áj, higgy el, pont ilyen vagyok. Szuper megbízható és lelkiismeretes vagyok. Ó, kérem, asszonyom, vegyem fel, sose fog panaszt hallani rám, megígérem. Hát még nem tudom, honey. Vannak még más jelentkezők is az állásra. Nagyon kérem. Szükségem van az állásra. Csak most érkeztem Tászkóból, és semmim sincs. Nagyon kell jól ez a van, munka jól is. Van, figyelj, figyelj. Jól van. Úgy érzem, nagyon jól ki fogunk jönni egymással, mert hasonlítunk egymásra. Akkor gyere ide holnap reggel 7-re, és pár napig próbaidőn leszel, oké? Okay? Oh. Akkor viszlát holnap. Jaj, asszonyom! Köszönöm jól van, szépen, jól van, nem jól fogja van, megbánni. Már, nem már. Jaj, hálás, köszönet, holnap reggel pontban 7-kor itt leszek, honey. Sőt, még hamarabb. Viszontlátásra! Tessék, itt a panzió címe. Ja, igen, ez az, amiről Filemón atya is mesélt nekem. Akkor meg fogod találni? Igen, az atya elmondta, hogy kell oda menni. Jó van. Köszönöm. Olvidó! Ki ez az ember? Diego úrfi. Mit keres itt, ha? Mi van itt? Mi? Tényleg nem emlékszel a hangomra?
olvasol? Igen. Találkoztál Ulisszesszel? Igen, persze. Jó sokáig beszélgettünk. Nyilvánvaló, régóta nem láttátok egymást. Te mit csináltál? Semmi különöset. Csak beszéltem az egyik asszonnyal, akit az ügynökség küldött. Holnap reggel munkába is áll, szolgálóként. Nagyszerű. Ha már holnap kezd is, akkor gondolom, szimpatikus volt neked. Nyilvánvalóan. De mondtam, hogy egyelőre csak próbaidőre, bár van valami, ami mellette szól. Már nem olyan fiatal, és ez nekem jó, a két férfival a házban. Azon kívül az idősebbek nem olyan lusták, jobban dolgoznak, kevesebb baj van velük. Biztos, hogy már elmúlt 40, de jó megjelenésű. Elegáns volt, jól néz ki. Valami kis faluból jött, és nagyon furcsa neve van. Eufrázia. Tényleg nem tudod, hogy ki vagyok? Nem, persze, hogy nem. Mi bajod van? Nem értem, miért beszélsz ilyen hangon. Ja, akkor csak hülye vagy, semmi más. Ez a te ugye, bajod. Ugye, mi ütött beléd? Nem tűröm, hogy a saját házamban sértegessenek. Pancho. Ki ez a fickó, Olvido? Mit keresi? Pancho, jobb, ha most elmész, jó? Légy szíves. Nem, addig nem megy sehova, amíg el nem mondja, hogy kicsoda és mit keres a házamban. És ha elmondom, tudod, mi lesz azután? Te idióta. Nem mondom hogy el, hogy ki vagyok. Idiótának. Inkább emlékeztetlek rá. Ha? Mert nem dőlök be a te kis emlékezett kiesésednek. Nem, David, Diego vagy akárhogy is hívom. Na jó, ebből elég. Halljam, hogy ki vagy, és mit keresel a házamban. Pancho, kérlek, könyörgök, most menj el, légy szíves. Hogy ki vagyok? Pancho vagyok. Tascóból. És meg fogom védeni Olvidót, mert szeretem. És nem csak hazudok neki, mint te. Diego Cam. Szóval szereted? Szereted Olvidót? Igen. Ne, Pancho, ne mondj semmit, jobb, ha elmész. Nem, addig nem megy el, amíg el nem mondja érthetően, hogy minek jött ide. Vagy inkább te mondod el, Olvido. Válaszolj! Mit keres itt ez a fickó a házamban? Pancho a barátom. Aj, ugyan már, Olvido! Az előbb mondta, hogy szeret téged! Te is szereted őt? Válaszolj! Szereted? Gyerünk, halljam! Hécs! Elég, ne üvöltöz Olvidóval, hallod? Senki sem kiabálhat az én szépségemmel. A szépséged? Igen, a szépségem. A szépséged, na már csak ez hiányzott nekem. Most már tökéletesen értem. Te Olvido szeretője vagy, és az apja az állítólagos gyereknek, akit vált. Te idióta, ide hallgass. Nem erészelj így beszélni róla. Világos? Miért vagy ilyen hallgatag, Armando? Hogy? Ja, nem te vagyis, nem vagyok. Nagyon jól ismerlek téged. Valami zavar, az biztos. Mi az? Az ötleteid. Apa azt mondta, hogy unatkozol. Szerinted mit csináljak, ha egész nap be vagyok zárva a négy fal közé? Ez elviselhetetlen. És igen, unatkozom. Még csak egy napja vagy Acapulcóban, Roxy. Hogy unatkozhatsz? Mégis mit csináljak? Miattad jöttem ide? De egész nap itthon se voltál. Igen, mert sok dolgom volt. Ugyanúgy holnap is megcsinálhattad volna. David, legalább vald be, hogy mindent megteszel, hogy távol legyél tőlem. Hogy? Én? A te önzőséget taszított el tőled. Véghez vitted a lehetetlent, és kinyírtad a házasságunkat. Értem. Ha megszültem volna a gyereket, akit nem, annyira Roxana, akartál, nem, akkor... Nem, Roxana, nem! Csak a gyerekről van szó, hanem mindarról, amit sok éven át műveltél. Hagyd már abba! Nem kell minden hibámat az orrom alá dörgölni. Nem veszed észre, hogy most változtattam az életemen, és mindent feláldozok, érted? Nem tudsz adni nekem még egy esélyt? Nem tudom. Na ide figyelj, te nyavajás! Ha még egyszer sértegetni mered Olvidót, megöllek! Ereszel! Ereszel! Soha többet! Az életben! Nem mered azt mondani, hogy Olvidó a szeretőm! Vagy szétverem a képcsemet! Te bevesz szét a képcsemet! Akkor gyere oda! Hallod? Ne verekedjenek! Képes lennél a saját házamban megfenyegetni? Nagyon tévedsz, ez nem fenyegetés! Ne, 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 csak akarod! Nem, abba hagyni! Ne
nem szabad verekedni, Donya Esperanza borzasztó mérges lesz. Kérlek. Takarodj a házamból, ha nem mész. Akkor én foglak kidobni! Választhatsz! Gyerünk, dob csak ki, lássuk! Dob csak ki, és dobogtak valam! Elmondaná valaki, hogy mi a fene folyik itt? Don Ulises, hála az égnek, kérem, ne hagyja, hogy verekedjenek! Pancho, ki ez a fiatal ember? Azt állítja, hogy ismeri Olvidot! Azt mondja, hogy szereti! Úgy hívja, hogy szépségem! Mondd le a következtetéseidet! Jaj, nem lehetsz ilyen hülye! Milyen következtetéseket? Csak barátok vagyunk, épp az előbb mondta! Fiatalember, megkérem... Nem sokára! Hallgass végig! Nem sokára! Meg fogom tudni, hogy ki mond igazat, és ki nem! Nagyon vigyázz, hallod? Mert Olvido egy szent, te barom! Elég, Pancho, Pancho, nagyon kérlek! Ne, Olvido, ne! Fiatalember, kérem, hagyja el a házat! Pancho. Jó van. Elmegyek. Elmegyek. Most elmegyek. Hogy ne okozzak neked bajt, szépségem. Na, már megint! Hallottad ezt? Megint szépségemnek hívta! Ha azt állítod, hogy én vagyok a vőlegényed, meg a gyereked apja is, akkor nagyon gyorsan magyarázd neked! Nem elhiszed! Miért hív téged szépségemnek? Mi van? Mi ide figyelj, ide figyelj, ide figyelj! Nem tartozik rá! Figyelj, Pancho, jó, megyek már, könyörgök. Megyek már! De miért nem jössz velem? Olvido, ha ilyen rosszul bánnak veled, mit keresel itt? Pancho, menj már el, légy szíves, nagyon kérlek! Jól van, megyek, jó? De ne felejtsd el! Szépségem, hogy van valaki, aki vigyáz rád, és én mindig melletted leszek. És ha emiatt az idióta, David, vagy Diego, vagy akárhogy hívják miatt, egyetlen könnyet is ejtesz, akkor megölöm. Na most már elég! Állok elég! Jól van, akkor te! Hagyjabba! Pancho, ne! Te, itt maradsz! Maga meg takarodjon ebből a házból! De ennek a dolognak még nincs vége! Na, mit nem végeztünk? Diego, nagyon kérlek, hagyd abba! Köszönöm szépen, szia! Most már elég! Olvido, ide figyelj! Nem tűröm, hogy ez az alak még egyszer betegye ide a lábát. Megértetted? Pancho, csak a barátom, esküszöm! Aj, ugyan már! Egy barátod, aki szerelmes beléd, Olvido! Nem vagyok hülye! Már egész kicsi korunk óta jó barátok vagyunk. Mindenre esküszöm, ami szent magának. Tudod, mi ebben a legrosszabb? Hogy napról napra kevésbé hiszek neked. Figyelj csak, édes Bernike, holnap szeretném az egész napot a klubban tölteni, hogy napoztassam csodás habtestemet. És pletyizzek a barátnőimmel, mert néha már nagyon hiányoznak. Á, menj csak, édes nyuszikám, nem akarom, hogy unatkozz. Töltsd nyugodtan az egész napot a strandon a barátnőiddel. Jó, de jó, kisasszony, akkor egész napot leszünk? Nem. Te nem leszel ott, te nem jössz. Még fürdőruhát sincs itt, Lali, szó sem lehet róla. Én nem megyek. De a múltkor megígérte, hogy legközelebb engem is elvisz. Tényleg ezt mondta, meg azt is, hogy ne aggódjak a fürdőruha miatt. Vagy elfelejtette? Ó, akkor majd legközelebb felveszem videóra, amit mond nekem, jó? Mert a mobiltelefonommal fel lehet venni hangot, képet, meg fotózni is lehet. Van egy új mobiltelefonom, persze, hogy megyünk, ugye? Jaj. Ez a cit, Lali. Diego, ne légy ennyire igazságtalan. Gyanúsítgatod ezt a lányt, de nincs bizonyítékod. Hát pont ez az. Pontosan ez itt a probléma. Hogy nincs semmiféle bizonyíték. Neki sincs bizonyítéka, vagy talán neked van, Olvido? Mégis azt állítja, hogy a vőlegénye vagyok. És annak a gyereknek az apja, akit vár. De esküszöm, hogy az igazat mondom, nem hazudok. Tudod mit? Ennek az egésznek az égvilágon semmi értelme. Don Ulises, esküszöm, hogy ez az igazság. Olvido, mondtam, hogy én hiszek neked. Tessék, töröld meg a szemed. Egy nyomozó már Tascóban nyomoz, és ha sikerül bizonyítékot szereznie, amivel bizonyítja, hogy te mentetted meg Diego-t a baleset után, és gondoskodtál róla, és hogy egyesek vagytok, akkor nem tehet mást, mint hogy elfogadja az igazságot, és bocsánatot kér tőled a viselkedéséért. Lehet, hogy Pancsónak igaza van. Nem kéne itt maradnom, inkább el kéne mennem örökre. Ne csinálj ostobaságot. Itt kell maradnod a leendő gyermeked miatt. Ne félj, Olvido.
Bebizonyítjuk, hogy igazat beszélsz. Hát... ez a ház lassan számomra olyan lesz, mint maga a pokol. Biztos, hogy már elmúlt 40, de jó megjelenésű. Elegáns volt, jól néz ki. Valami kis faluból jött, és nagyon furcsa neve van. Eufrászia. Eufrászia. Lehet, hogy ő az, aki elhitette velem, hogy Remedios megcsal valakivel. Sose törődött bele, hogy nem őt választottam. Hogy akkor nem ő belé voltam szerelmes. De ennek már több mint 20 éve. Lehet, hogy ő az. Na de mi volt ez a nagy kiabálás, Ulisses? Semmi, ne aggódj kérlek, most már minden rendben. De mégis mi történt, Ulisses? Diego összeakaszkodott Olvido állítólagos barátjával. Na de miért? Hát az a baj, hogy Diego szerint a fiú nem is Olvido barátja, hanem a szerelme, és hogy ők ketten csőbe akarják húzni ezzel az állítólagos apasággal. Hát ez elképesztő, hogy mik vannak. Igen. Tudod, mi kell nekünk? Hogy a nyomozó minél hamarabb bizonyítékot találjon arra, hogy Diego és Olvido eljegyezték egymást az hangon. Igen, szerintem is így van. Szegény kislány. Hadd szenvedjen az alogyó. Az, amit most átél, semmiség ahhoz képest, ami még várja. Majd én elintézem. Diego nem hisz neki. És ezután már nem is fog. Arról gondoskodom. Áj! Remélem megszáradnak a ruháim, mert nagyon jól kell kinéznem első nap a munkában. Eufrászia. Pancho. Mi újság? Pancho. Na hát te... hát te meg mit keresel itt? Figyeljen, tudtam ám. Amikor megláttam az üres házát Tászkóban, egyből tudtam, hogy ide jött a kapulkóba. Hogy Csúival és a lányával lehessen. Jaj, van itt ész. Jaj, de kiokosodtál hirtelen, hát Pancho. Igen. Én meg azért jöttem, hogy megkeressem Olvidót. Tudja az én szépségemet. Igazából ő mondta, hogy Csúja és Márta itt van, mert kéne egy hely, ahol megszállhatok éjszakára. Szóval azt gondoltam, hát ha aludhatnék itt. Na, ide figyelj, húzd el innen a csíkot, de gyorsan. Eszedbe ne jusson, hogy a gyerekeim szobájába teszed a lábad. Így hey. Is alig Pancho. Férünk el. Csúj! Pancho! Mi újság? Minden oké, és veled? Örülök, hogy látlak. Én is örülök. Na, és mit keresel itt? Az unokatestvéredet. Őt keresem, vagyis igazából már megtaláltam, és ő mondta, hogy itt vagytok. És eszembe jutott, hogy esetleg itt aludhatnék nálatok ma este. Ne is kérdezz, persze, hogy itt aludhatsz. Szó se lehet róla, hogy itt maradjon nálunk, Csúj. Itt már egy gombos tűt se lehet lejteni. Anya, légy szíves. Persze, hogy itt maradhatsz, ameddig csak kell, Pancho. Jó, de tényleg nem akarok kellemetlenséget okozni anyátoknak, szóval... Nem probléma, semmi gond. Tudod mit? 3 napja megürült az egyik szoba. Ne. Holnap megkérdezzük a tulajt, hogy kiadja-e neked. De jó. Na, de ne állj itt, menjünk be. Menjünk. Meglátod, Márta is örülni fog neked. Én is alig várom, hogy lássam. Hihetetlen, hogy megzsarolsz, és még ide is elhozattad magad. Miért? Nekem is jogom van szórakozni, nem? Nem a csöprögetésből az egész életem. Nem. Nagyon tévedsz. Egy ilyen vidéki senkiházinak nincs semmiféle joga, pláne ahhoz, hogy egy ilyen hiper-szuper helyen legyen, érted? Ez itt egy totál másik világ. Nem olyan parasztlányoknak való, mint te vagy, érted, Szitláli? Amúgy is nézd meg, hogy vagy felötözve. Nézd meg, nézd magadra. Úgy nézel ki, mint egy
szolgáló, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak, nem tudom. Azt hiszi, hogy érdekelnek a megjegyzései. Egyik fülemen be, a másikon meg ki. Figyelj csak, egy apró szívességet tegyél meg. Tartsd magad távol tőlem. Tegyél úgy, mintha nem is ismernél, nem mosolyog rám, rám se néz semmit. Megértettél? Semmit, mert ha barátnői meglátnak veled, jól van, nincs is kedvem hozzá. Még a végén megszólnak, hogy egy ilyen könnyűvérű nő személyen lógok. Ide leülhetünk? Na jó, ez itt jó lesz. Jaj, nézze, oda nézem, micsoda szívtipró. Ó, milyen csinos vagy, Fincsi. Meg ez is ott. Hű, ez a hely tele van jobbnál jobb pasikkal, mind jól néz ki, biztos találok magamnak egy rendes fiút. Ó, Szent Antal, kérlek, vigyázz rám, és vezess arra, ahol megtalálom azt a szuper pasit, akire várok. Figyeljen, asszonyom. Nem. Hé, a labdám, ne rúgja el. Csini fiú, visszadobnád a labdámat? Köszike, édes. Jaj, asszonyom, felveszem a fürdőruhát, és már csak egy valamit kérnék. Nem, semmit sem. A törölközőm az ütőim. Később játszunk? Mi? Jó, persze nem is tud játszani. Hagyjál már, ne hagyjál, Szitlali. Bekenni a hátamat, ha átöltöztem. Nem, te megőrültél, hogy én kenjelek be? Az ki van zárva, soha. Nem. Akkor nem segít nekem? Nem. De nem érem el. Nem kenni be a hátamat. Biztos? Add ide. Mit akarsz, hova kenjem? Jól van. Előbb felveszem a fürdőruhát. Vigyázzon a labdára, az ütőre, meg a törölközőmre, jó? Hogy én? Nyugodtan bekenheti magát is. Jó, Istenem, adj nekem türelmet, kérlek. Jó reggelt. Jó reggelt. Mit csinálsz? Csak átnézem a leveleket, ami most jött az édesanyjának. Ugye tudod, hogy soha többet nem találkozhatsz a szerelmeddel ebben a házban. Világos? Már mondtam, hogy ne találjon ki olyasmit, ami nem igaz. Páncsóval csak barátok vagyunk. Semmi több. Je ne sais, le plus c'est l'amour. Me dicen que... Mi újság? Itt van már a szolgáló? Na, persze, hogy már itt van. Elmondtam neki, hogy mi a dolga. Most a konyhában van. És a másik is nyilván nem sokára megérkezik. Milyen jó, hogy te elintézed ezeket a dolgokat. Jaj, ez a hang. Ez a hang. Ez a hang teljesen olyan, mint... Armando. Mit keresel te itt? Ez az én házam. Akkor az a hölgy a te... Igen, Rakvéla a feleségem. Én meg itt dolgozom. Hát ilyen nincs. Ilyen véletlen a világon nincs. Én, mint a feleséged cselédje. Én a te cselédet. Igen. Micsoda elképesztő véletlen. Megint találkozunk annyi év után. Eufrasia. Hol van a lányom? Mi történt vele? Mi történt vele az eltelt évek alatt? Páncsó és köztem. Nincs több, mint egyszerű barátság. Semmi több. Ezt ő is megmondta. Igen, de próbálj megérteni engem. Egyszerűen muszáj a végére járnom ennek. Olvido, sajnos még nem látom tisztán a helyzetet. Ezt meg kell értened. Tudom, hogy csak azt hiszi el, amit el akar hinni. De én igazat mondok, nem hazudok. Hát ez mit szólsz? Annyira nyerekben érzi magát a cseléd, hogy még a szeretőjét is ide húzza. Nem, szenyorita, nem a szeretőm. Te csak ne felesej maga meg velem. Ne gyanúsítgasson. Csak tisztázom, hogy ne vádoljon meg hazugságokkal. Látom, a szánalmas pozíció, amit Esperanza felajánlott neked, a fejedbe szállt. De tudod mit, cselédkém? A majom az csak majom. Fejezd be! Légy szíves! Ez a pímas cseléd tehet róla, mert visszabeszél nekem. De hát, ha ez majd elhallgatja... Azt mondtam, hogy ennyi az erőszakosságból! Irán, az Istenért, hagyd mi már! Mi bajod? Mi bajod van, szerelmem? Ez a vipera a bolondját járatja veled, te meg hagyod! Nem járatom a bolondját senkivel. De ha még egyszer kezet emel rám, azt megbánja. Mi az? Te most fenyegetsz? Nem. Csak figyelmeztetem, hogyha hozzám ér, nem állok jót magamért.
Nem fog úgy bánni vele, mint egy kapcsolatja. Milyen közösséges, ezt nem hiszem el. Te is hallod, hogy beszél? Irán, fejezd be! Nem tűröm, hogy ez a kis senki fenyeges. Azt mondtam, hogy fejezd be! Nem bírja elviselni, hogy Doña Esperanza szeret és támogat engem, mert hisz nekem. Miközben a maga szava egy fabatkát sem ér. Elnézést. Mit képzel ez? Irán! Mégis mit képzel? Láttad? Láttad? Figyelj, most kimutatta a maga fehérjét. Jegyezd meg, amit mondok. Ez volt az utolsó eset, hogy így bántál Olvidóval. Az utolsó eset! Tényleg nem látod, hogy ez a nő egyáltalán nem egy védtelen kis vidéki liba? Ha? Ez a vipera csak át akar verni téged. A pénzedre fáj a foga, az az egyetlen, ami érdekli. Még jó, hogy rajta kaptad a falusi szeretőjével. Válaszolj nekem. Mi történt a lányommal, a testvéred Remedios kislányával? Hát ő... A kislány meghalt, Armando. A kislányod meghalt. Szép jó reggelt! Ó, önnek is. Épp be akartam vinni a teáját. Nos, én pedig épp téged kerestelek, meg a teámat. Akkor parancsoljon. Mielőtt még elfelejtem, beírom a naptáramba, hogy etikett és protokoll. Ma délután. Köszönöm. Jó? A leveleit már be is vittem, és oda tettem az asztalára. Nagyszerű, köszönöm. Ó, apropó, be tudnál menni Rodrigo szobájába egy pillanatra? Igen, de valami baj van. Dehogy. Épp ellenkezőleg. Úgy tűnik, hogy a jelenléted nagyon jót tesz a fiamnak. Hát akkor szedem is a lábam. Akkor már is megyek. Engedelmével. Orfi. Olvidó. Milyen sötét van itt. Szinte nem is látom az arcát. Azért ne túlozz. Hadd húzzam fel a rólót egy kicsit. Ne, Olvidó, nem szeretem a fényt. Akkor hogy tudunk rendesen beszélgetni? Ha beszélgetünk, akkor illik egymás szemébe nézni. Hadd nyissam ki egy kicsit. Meglátja, jobb kedve lesz a napfényt. Jó, majd nyisd ki. Jaj, ne túlozzon, nem vámpír maga. Hadd süssön be egy kicsit a nap. A fény maga az élet, és ma szinte szikrázóan ragyog. Hadd kérdezzek valamit. Hogy csinálod ezt, hogy mindig mosolyogsz, pedig annyi gondod és bajod van? Hát, csak úgy, hogy azzal nem nyerek semmit, ha egész nap búslakodok. Össze kell szedni az erőnket, akkor is, ha nincs. És nézze, a legszebb dolgok nem kerülnek semmibe, és azoktól mindig vidám lesz az ember. Nem is tudod, hogy mennyire bölcs vagy. Köszönöm. De még egy csomó mindent meg kell tanulnom. Tényleg? Az édesanyja tanít engem. Arra, hogy szépen beszéljek. És már elkezdtem az esti iskolát is. Ja, és Doña Esperanza az internetről is elmondta az alapokat. Persze mindenki tudja, hogy abban ön a profi. Hogy sokat tud róla. Jól teszed, hogy tanulni akarsz. Jó, ha az embernek egy ilyen igyekvő és gyönyörű sógornője van. Hogy érti, hogy sógornője? Mert hozzámész Diegohoz. Nem? Hiszen ezért vagy itt, hogy feleségül menj hozzá. A kislányod meghalt. Ez nem igaz. Tényleg meghalt? Igen. Nem. Már nagyon régen távozott az élők sorából. Igen? Miért? Mi történt vele? Hát szegényke megbetegedett is. Mint sok másik gyerek, mint több ezer olyan gyerek, akiknek nincs pénzük kezelésre, ő is meghalt. És hány éves volt? Úgy 3 lehetett. Miután Remedios meghalt... Nagyon legyengült és beteges lett.
Apám és én küzdöttünk. Mindent megtettünk érte, amit lehetett, hogy megmentsük. De az úr sajnos elvette tőlünk. Ha tényleg így volt, csak is te vagy az oka. Miattad halt meg. Te ölted meg, ugye? Mert a testvéred lánya volt. Esküszöm, hogy nem. Úgy gondoztam, mintha a saját lányom lett volna. Te vagy a hibás mindenért, Eufrázia. A hazugságaid. Te miattad hagytam el Remedioszt is. Elhitetted velem, hogy a kislánynak, akivel terhes volt, valaki más az apja. Azt a hazugságot a fájdalom és féltékenység mondatta velem, de utána megbántam és írtam neked egy levelet, amiben elmondtam. Már megint hazudsz. A testvéred, Remedios, nem szolgált rá, hogy elhagyjam. Az én szegény testvérem. Nem lett volna szabad elválasztanom titeket? Nem tudtad elviselni, hogy nem beléd voltam szerelmes, ugye? És elvettem Requillát. Pedig akkor is a testvéredben voltam szerelmes. És elhagytam a lányomat. A hazugságaid miatt. Bocsáss meg nekem, Armando. Nagyon kérlek, légy szíves. Könyörgök. Bocsáss meg nekem. A féltékenységet szakított el tőle. A te hibád, hogy belehalt a fájdalomba. Gonosz vagy, Eufrázia. És önző. És képes vagy ugyanúgy hazudni, ahogy régen tetted. Tudod mit? Nem hiszek neked. Nem hiszem el a nagy bűnbánatodat. Azt meg pláne nem. Hogy a kislányom halott. Már megint csak hazudsz. A kávéja, uram. Köszönöm szépen, Marlen. Szívesen. Ha esetleg kér még valamit, szóljon. Már is hozom. Köszönöm. Kérem. Marlen, egy pillanat. Igen, Urfi? Nem tudod, hol van Olvido? De. Rodrigo úr szobájában van. Behívatta, mert beszélni akart vele. Már csak ez hiányzott. Most már Olvidót is el akarja csábítani. Először Irán, most meg... Köszönöm, Marlen. Ne haragudj. Nyugodtan elmehetsz. Uram, megengedi, hogy mondjak valamit? Persze, mondd csak. Nézze, lehet, hogy visszaélek a jó indulatával, uram, de tudja, biztosíthatom, uram, hogy nem Rodrigo úr kezdett ki szenyorita Iránnal. Ez komoly? Hogy érted ezt? Szenyorita Irán kezdett ki vele. Bebújt Rodrigo úr ágyába, hogy elcsábítsa és magába bolondítsa. Mikor azt hitte, hogy ön meghalt, azonnal a testvére karjaiba vetette magát. Mert majd megveszik azért, hogy Rivas Santander legyen belőle.